Teljesen megújult Sején a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény. Itt kap helyet a Baksai Családsegítő Szolgálat, a Sejjei Családsegítő Központ és a Pedagógiai Szakszolgálat. A beruházás több mint 70 millió forint top forrásból valósult meg. Nyilázárókat cseréltük ki, hőszigeteltük az épületet, aztán a külső szigetelése teljes egészében megvalósult, belülről a fűtési rendszere teljes mértékben korszerűsített lett, mindezt a területi operatív program keretén belül végeztük el, valamint az önkormányzat saját erőből belsőleg festést és felújítást végzett el. Ez az épület szintén megújul a településen. A sportcsarnok még a 80-as években épült, ezért szükséges az energetikai megújítás. A beruházás szintén a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósul meg. Nyilászáróikat cserélnénk ki, ami jól látható, hogy jó nagy felület, ami nyilázáróval el van látva, valamint hőszigetelnénk, és itt is igyekszünk a fenntartásban is korszerűsíteni, ami nem csak a fűtést jelenti, hanem ebben az esetben napelemeket is telepítenénk az épületre, jelentős mennyiségben, ami költségvetésileg megtakarítást fog jelenteni, reméljük az üzemeltetés során. A beruházást márciusban indítaná az önkormányzat, ezután nyár elején elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A tervek szerint pedig év végére elkészül a felújított sportcsarnok.